Talán már mindenki megkapta a készleti jellegű munkakörben foglalkoztatottak közül az újra számfejtés tartalmazó híveket, és sajnos elég sok reklamáció érkezett hozzánk. Alapvetően az a probléma, mint kiderült, hiszen az algoritmust mindenfajta híresztelés ellenére, amit gonosz emberek terjesztenek, szóval szerintünk nem ismerte, hiszen nem kötötték az órunkra. De egy áttekintve a iratokat, azt látjuk, hogy a munkáltató azoknál, akik korábban az elszámolt időszakra rendkívül munkavégzés sorra kereten felül teljesítettek, azoknál az akkor kifizetett összeget be tudja, majd 3 év után is akár, a mostani a bíróság ítéletén alapuló újra számfejtett összegbe. Úgy véljük, ez a helyzet tarthatatlan, méltánytalan. Nagyon reméljük, hogy ezt a munkáltató is átlátja, belátja, és nem kell arra kényszerülnünk, hogy ismét perhez folyamodjunk. Ezt nagyon reméljük. Épp ezért levélre fordultunk, a szakszervezet elnöke, levélre fordult a MÁV elnök vezérigazgató asszonya felé, mindezeket taglalva, és kérve, hogy ezt az ügyet mielőbb közös érdekként helyezzük nyugvópontra, kértünk konzultációt, megelőzve a peres eljárást. Remélem, hogy eredményes lesz ez a megbeszélés, és hogy már előbb utaltam rá, kerülhető az újabb bírósági Herceg utca. Azt gondolom, hogy a hosszú vihar után csendesülő tenger, nem kéne újabb viharra borzolni. A munkáltató felméri, hogy mit nyer, mit veszít egy újabb perrel. Fontos lenne az, hogy a munkavállalók, a vasutasok érezzék, hogy a munkáltató mindaz, amit kifelé hangoztat, sőt, különféle sátoros ünnepeken a vasutasok felé is elmond, az apró pénze is, ahogy tetszik, apró pénze is váltható. És méltányosságot, akár méltányosságot is gyakorolva, az egyenértékűség elvét alkalmazva rendezi végre valahára, és végleg a készletjelölő munkakör a foglalkoztatottak elmaradt díjazását. Az egyességhez vezető utat rövidnek gondoljuk, hiszen ha ez túl hosszú, akkor nem tudjuk végigjárni, akkor marad újra a bíróság. Azt hangsúlyozom, hogy a követelés nem évül el, hiszen a kifizetés napjától számított 3 évig. Van mód kifogásolni mindenkinek az őt ért vélt, vagy valós méltánytalanságot. És ennyi a bíróság előtt ennek érvényt szerezni.